Sziasztok, itt vagyunk a szigeten Okival, aki nagy rocker hírében áll. Ugye rövid most a haja, de azért ettől függetlenül megmutatja, hogy hogyan kell headbangelni. Mit lesz, hogy erezd el a hajam? Egy olyan igazi régi buli, mint amilyet láthatunk tőled a való világban is. Hát nyilván lesz. Vannak kedvenc zenekaraim itt kint, például a Korn, amire kimondottan a mai nap jöttem. Látom, a mennyasszonyon nélkül érkeztél a szigetre. Most elengedett egy kicsit így lazítani? Kimenőt kaptam a mai éjszakára, de gyakorlatilag reggel jövünk ki közösen, tehát így sátrastól minden este, és szombat-vasárnapit itt töltjük. Egy házasság kötőterem előtt. Oké, ugye jól tudom, hogy éppen esküvőre készült, beszéljünk egy kicsit a múltról. 96-ban akkor volt a legnagyobb élményem. Mentünk itt végig a betonon, és balról volt a sátor, és akkor mondom, nézd meg, ott van két jó csaj, menjük egy feleségül. És hogy Debbie, vagy nem is ismerek, nem számít, jött a lány, és hogy szia, hozzám jössz feleségül. Azért nem ismerek egymást, mondom, szia, oké vagyok, te igaz, hogy oké, itt már ismerjük egymást. Gyakorlatilag fogtuk, bementünk, ezt házasodtunk, mondom, tessék csókolózni Dávid muszáját, és ugye egy hétig tart a házasság, tehát itt minden fölpörög. Gyakorlatilag az volt, hogy mondom, már egy éjszakát ágyba is töltöttük. De volt olyan este, hogy egy este három lányt is elvettem, és mind a hárommal ágyba bújtam. Tehát nagyon király volt. Csináltál már ilyet, Oki? Igen, de általában inkább csak sörrel, de én megmondom össze, hogy bort még nem csapoltam. Úgyhogy meg is próbálom. És oda sírálj. És meséljük, hogy hallod, kellene egy ilyen otthonra, úristen, sokat tettem bele. Nem mindegy, csak egy lehetnyi. De úgy, hogy szépen egy borfavor, azt kell mondani. Egy csapatnyi, egy picike szódával, hogy mégis, hogy savasabb legyen. Sziasztok! Csá. Itt vagyok szomszéd Villában, figyeljetek, adjatok már kölcsön két lekes sör. Régebben elég sűrűn piálgattunk a haverekkal, tehát nem csak hétvégén, mondjuk hétköznap is összejöttünk. Most már sokkal kevesebb az a mennyiség. Gyakorlatilag igazából azt mondhatnám, hogy zéro, mert folyamatosan dolgozunk, egy komoly biztonsági cégnél dolgozok, aki egyébként ilyen riasztó, tűzvédelemmel, ilyen beszerelésekkel foglalkozunk, új építésű javítások, szervizelések, és ugye igazából nem engedheti meg az ember, hogy a piához nyúljon. Két emlékezetes sztorim volt itt a szigeten, 99-ben volt az egyik, éppen napfogyatkozás volt, pont ahogy a nap fogyott volna el, mi bent akcióztunk a sátorban, de nagyon keményen, és mindjárt következik a napfogyatkozás, és kezdett besötétedni, így is úgy is az agyunkban, és iszonyatosan gyűrtük a lepedőt, ami nem volt egyébként, és gyakorlatilag átszeretkeztem a napfogyatkozás, úgyhogy lecsúsztunk róla. Tessék parancsolni. Ja, azt hittem, hogy jött valaki. A másik az a nagy színpad mellett történt az eset, akkor már nagyon kész voltam, mert nem nagyon voltam szomjas, és nagyon fáradt voltam, három napja fönn voltam már akkor, és elaludtam állva. Nem vicc, esküszöm, elaludtam állva. A haverokat ott vigyáztak, hogy ne essek el, semmi fa nem volt, esküszöm a környéken, mondták, hogy horkoltam. Gyakorlatilag fölébredtem két-három óra múlva, körbe voltam pakolva felesekkel, sörökkel, meg gyertyákkal. Okival végigcsédáltunk a szigeten, kicsit buliztunk, csapolt nekünk rozét is, most pedig elmegyünk a Korn koncertre, amire annyira szeretett volna, és végre meglátjuk, hogyan headbangel. Már megkezdődött, úgyhogy húzzunk bele!